Levágott ágakkal vannak tele Szőlőhegy utcái. Az elmúlt időszakban több bejelentés is érkezett az önkormányzathoz balesetveszélyes és szakszerűtlen fanyeséssel kapcsolatban. Az EON megbízásából különböző alvállalkozók vágják a Dombóvár, illetve Dombóvár környéki magas feszültségű vezetékek alatt a növényzetet. Ugye erre nekik törvényi felhatalmazásuk van, törvény adta joguk, hogy a veszélyelhárítása miatt ezeket véghez vigyek. Az elmúlt hónapban 5 alkalommal kellett az EON szakembereinek kiszállniuk Dombóvárra, amikor azt tapasztalták, hogy a vezetékek közében 5 fák áramszünetet okoztak. Azonnal le kellett vágniuk a hibákat okozó gallyakat, hiszen szeles időben az ágak a vezetéknek csapódva üzemzavart okozhatnak. A levágott fadarabok azonban hetekig az utcákon hevertek. A városnak az a problémája vele, hogy ezeket a munkálatokat többszöri kérésünk ellenére bejelentés nélkül végzik. Nem tudjuk, hogy melyik területeken, melyik alvállalkozójuk hajtja végre ezeket a munkákat. Felhívtuk rá az EON figyelmét, hogy mivel hogy nem tudjuk, hogy melyik alvállalkozója végzi ezt a munkát, ezért őt fogjuk az elmaradt munkálatoknak a végrehajtására, illetve a munkálatok során ott hagyott zöld hulladék eltakarítására felszólítani. A szolgáltató és Szabó Lóránt polgármester közösen próbált megoldást találni a problémára, végül a napokban sikerült megegyezniük. Közös érdek az, hogy a városban a szükséges gallyazást elvégezzük, és ezzel az áramszüneteket megelőzzük. Ebben a témában volt reggel egy megbeszélés polgármester úrral, aki maximálisan partnerünk abban, hogy a lakosság érdekében ezeket a zavartatásokat minimálisra szorítsuk. Tehát a levágott gallyak mostantól már nem maradnak az utak szélén, hiszen ezen túl a lenyesett faágakat minden esetben 3 napon belül elviteti az EON az alvállalkozójával.